A szubjektív vendége Szabó Szabados Ilona, nyugalmazott magyar-német szakos tanár, nyelvművelő művelődés szervező, az idei életfadíj egyik kitüntetettje. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ilona, Adán született, Adán él, Adán dolgozott, hát sose akart innen elmenni? A tűzgyökeres adai révén nem is jutott eszünkbe, ugye meghatározta utána a házasságom is, a munkakörülményeim is meghatározták, hogy végül is itt telepedtünk le, és hát itt élünk azóta is. Tanár mikortól akart lenni? Hát nem is gondoltam én a tanárságra, más pályát gondoltam, de az idő akkoriban az édesapám meg a család révén, hát elég szegényes anyagi körülmények között voltunk, és a gimnáziummal kezdtem az iskolai éveimet, de aztán a tanítóképzőben folytattam, a hatodik után akkor átmentem, illetve középiskola második osztály után átmentem Szabadkára, a tanítóképzőbe, utána ott diplomáltam, aztán pedig a főiskolára mentem Újvidékre. Mi szeretett volna lenni? Hát én valahogy úgy gondoltam, hogy ilyen szemészettel kapcsolatban, szemorvos, a szem körül bonyolottam fiatal koromban, de hát aztán egy más körülmények adódtak, azt mondta édesapám, hogy minél előbb kell valami olyan szakma, vagy olyan iskolába járni, ahol aztán majd minél előbb dolgozzunk, és aztán így kerültem én a tanítóképzőbe. Megbánta? Nem. Egyből azt mondom, hogy nem bántam meg, mert hát nagyon szép életutat éreztem magam körül, vagy érzem azóta is. Nagyon szerettem mindig a gyerekeket, szerettem a fiatalokat, és hát úgy látszik, hogy az életemnek ez adott értelmet. Azt mondják, hogy a tanári pálya az nagyon nehéz, nem könnyű. Nehéz megtalálni az utat a gyerekekhez. Hogy élte meg? Mi a szépsége? Jaj, de érdekes volt. Azt hiszem, második évet tanítottam a Baraparti iskolában kint, itt Adán szintén, és a felügyelő jött, hát órát látogatott nálam, és mikor befejeztük az órát, elsírtam magam, és mondtam az illető tanár úrnak, hogy hát én ezt a pályát abba hagyom, én ezt nem fogom csinálni, én olyan úgy nem találom föl magam a gyerekek között, hogy ez, én itt olyan idegennek érzem magam, hogy ez nem fogom tudni csinálni. Na most azt mondta, hogy valószínűleg hozzáértő ember volt, idősebb is egy kicsit, és azt mondja, hogy kolléganő, hát rendben van itt mindent, mi a problémája? Mondom, én nem tudom, én úgy érzem, hogy én nem tudok itt semmit csinálni, és azt mondta, hogy hát majd minden alakul. Na és hát ezt így is alakult az életemben, hogy aztán úgy megszoktam, hogy hogy kell a gyerekekkel bánni, mit kell csinálni, hogy kell viselkedni, hogy ők is úgy érezzék, hogy jól érezzék magukat. Velem is, együtt is, osztályban is. Sokszor kérdeztem tőlük, hogy jó van gyerekeim, most én tanítani akarok. Ti tanulni akartok? Azt mondják, igen. Hát mondom, akkor mi a problémánk? Akkor közös a célunk, közös a jövőnk, hát akkor most mi az, ami miatt ti most itt ellenkeztek? Hát akkor úgy meglepődtek, hogy hát igaz, nem is akarnak ők ezen ellenkezni velem. És ez a magyar-német szak, ez hogy jött? Hát úgy, hogy én Martonoson kezdtem tanítani azt a néhány hónapot, és hát aztán úgy éreztem, meg talán a család is úgy látta, hogy most már tudnak tovább pénzelni, hogy Újvidékre elmehessek, és akkor elmentem. Na most Adán akkor német szakost kerestek, tehát én tulajdonképpen azért indultam el, hogy németet fogok tanítani, úgy is vettek fel akkor a Barapartra. Hát és aztán tanítottam is egy 5-6 évig, jó, úgy valahogy németet, hanem aztán úgy adódott, hogy az iskolaközpontban tanítottam, az Inas iskolában, és nem tudom, úgy valahogy úgy átalakult, hogy én ott jól éreztem aztán magam, hogy. Mert tulajdonképpen a német szakot akkor kellett volna nekem külföldre menni tanulni, úgy nyelvet tanulni, hogy az olyan színvonalon legyen, ahogy azt a tanítás megköveteli. Mert úgy érzem, hogy a gyerekeknek, meg a fiataloknak hát valamiféle, hát kell, hogy fölnézzenek arra a tanárra, hogy a tanár többet tud, mint ők. Tehát most, ha az ember ott nyüglődik, meg kínlódik a nyelvvel, hát azért akkor nem lesz abból egy valami nagyon nagyszerű munka. És hát aztán mindig olvasni, mindig szerettem, meg hát szerettem az anyanyelvemet egyszerűen. És aztán úgy látszik, hogy a sors, vagy az élet, vagy a körülmények e felé
irányítottak. Az anyanyelvet meg kell szerettetni a gyerekekkel? Mert az ember azt gondolná, hogy hát ha az anyanyelve, akkor eleve szereti. Hát azt nagyon meg kell szerettetni. Azt úgy kell csinálni, hogy az ember, ha szívvel, lélekkel csinálja, azt a gyerekek érzik. Az egyik tanítványom egyszer azt mondta, hogy tanárnő, én ezt látom, hogy ez magának ilyen szép, de mit csináljak, hogy a nekem is ilyen szép legyen? Úgyhogy ez az a bizonyos folyamat, hogy hát igenis meg kell szeretetni velük azt, amit az ember csinál. Mert máskülönben úgy szétfolyik, vagy nem lesz ütőképes a dolog. És aztán az Adai Művelődési Központ igazgatója lett, abba hagyta a tanárságot. Miért? Hát ez úgy nézett ki, hogy én 9 generációt kivezettem, tehát én 36 évig tanítottam. És valahogy akkor úgy éreztem, hogy valamiféle váltásra van szükség, úgy éreztem, hogy megpróbálok már mást is, hát ha ez az én munkám nem olyan, vagy úgy éreztem, hogy váltani kell. Mm-hmm. És akkor lehetőség nyílott arra, hát át is mentem, voltak is ötleteim, csináltam is sok minden nem sikerült, de azért az igazi énem az a tanítás volt. Családjának sikerült átadni ezt a fajta szeretetet? Hát hála Istennek igen. Mondhatom, hogy igen, mert volt a múltkoriában, úgy gondolkoztam, hogy klasszifikálom az életünket, hogy tulajdonképpen mit is értünk el, mi volt az, amiben meg vagyok elégedve, mi van az, amivel nem vagyok megelégedve. Na, hát ezt most meg lehetne tenni. Hát meg is gondolkoztam én ezen. No, és akkor megállapítottam, hogy a munkaszeretet a családban az maximálisan megoldódik. Minden gyerek arról kezdi, hogy mit csinál, hogy csinálja, beszámolnak mindenről, hogy mi az, amit elértek, mi az, amivel küzdködnek, és nagyon szeretik azt, amit csinálnak. Tehát ez megnyugtató és jó érzés. Hát akkor gondolkoztam azon is, hogy hát hogy állunk mondjuk a nemzettudattal. És hát az is megvan. Talán úgy, de megvan, ne mondjam, hogy nincs meg. Az is olyan, elég, meg vagyok elégedve vele. Nemzeti hovatartozás, tudják, hogy kicsodák, miért dolgoznak, és így tovább. Hát néha úgy érzem, hogy inkább a vallási téren az egy olyan nagyon átlagos szintet értünk el. Tehát ott úgy érzem, hogy, de hát, no, most egyik szavam a másikba vágtam, mert gondolatom előre ment, hogy a munkánk, tehát a mi pedagógiai pályafutásunk alatt, hát azért a vallásosság az nagyon háttérbe szorult, és nem is szabad volt vele foglalkozni. Valahogy mondjam, hogy egy kicsit divat se volt, szóval úgy eltávolodtunk tőle, bár én mi családi szintén vallásos családból származtunk, és hát úgy valószínűleg a lelkünkben azért benne volt. Most sikerült egyik részét átadni, a másik rész, még itt nem vagyok egészen úgy megelégedve. Ennyi. Mik voltak azok a buktatók az életbe, amikért meg kellett küzdeni, és mik voltak azok az állomások, hát amiket igazából végig lépegetett élete során egészen a nyugdíjig, sőt még azután is? Hát most családi szinten, vagy munkahelyi szinten? Is. Ami fontos önnek, amik állomásként élt meg, teljesen függetlenül attól, hogy magánemberként történt meg önnel, vagy munkahelyi szinten, szakmai szinten? Hát az egyik dolog ugye hát elsősorban a házasság. Tehát lediplomáltam, akkor a férjem, vagyis hát akkor már ő is diplomálás előtt állt, akkor megházasodtunk 60-ban. Úgyhogy tulajdonképpen 60 éves házasságban élünk, meg a gyerekekkel, tehát a családdal együtt, 2 lányunk van, 5 unokánk, és hát ugye tulajdonképpen az egyik része az életünknek a család, mindig az nagyon, nagyon fontos szerepet játszott az életünkben, mert mindig úgy éreztem, hogy olyan körülményeket, tehát olyan családi életet kell létrehozni, hogy bármi történik az életben, ami, ha én hazajövök, becsukom az ajtót, a kaput vagy az ajtót, és úgy érzem, hogy nekem itt jó, meg nekünk itt jó, akkor elértem a célomat. És hát ez úgy érzem, hogy sikerült is, mert nagyon jó szívvel jönnek a gyerekek haza azóta is. No, ez a rész mondjuk ilyen szempontból.
Hát az állomások, hát elsősorban a házasság, a gyerekszülés, tehát azok voltak a családi szinten. Aztán pedig hát a lányainknak a gondozása, a nevelése nagyon fontos szerepet játszott mindig, hogy jöjjön, ha hazajöttek, akkor elbeszélgettünk velük, mindig vártuk őket, hogy kapcsolat legyen velünk. Hát ez sikerült is kialakítani, mert hát azóta is mondják maguktól mindent, ami történik velük. Tehát ez a család életnek praktikusan, hát hála Istennek nem mondhatom, hogy buktatói voltak, mert nem. Örülök neki, hát végül is a 60 év is bizonyítja, meg hát bizonyítja a 80-ennyihány év is, 85 már most az idén, amelyet hát végül a teremtőnek köszönhető. És a vadvirág hagyományápoló kör alelnökeként? Ja, Istenem, hát az is. Ja, no, az is, látja, hát majd odaérünk, tényleg igaz. Tulajdonképpen a vadvirág most 20-ban 30 éves. Úgyhogy mi megalakítottuk a vadvirág hagyományápoló kört azért, mert hát akkor a bombázások alatt szintén úgy éreztük, hogy el vagyunk veszve, valami kapaszkodót kell találni vagy keresni, és akkor így olyan hirtelen ötletként a nővérem, meg tehát a család praktikusan, meg a lányok, hát hogy alakítsunk egy ilyen hagyományápoló kört. Voltunk egy kiállítást, nyitottunk a kultúrában, és akkor ott összejöttek ilyen olyan egyének, akik úgy érezték, hogy valahogy együtt tartozunk. És akkor megalakítottuk a kört. Na hát az még olyan értelemben nagyon sok problémával küzdött az Egyesület mindig. Nem volt székházunk, nem volt hol meghúzódni, tehát nagyon-nagyon sok munkával járt meg. De azért végül az, hogy anyanyelvápolás történt, hogy szavaltattuk a gyerekeket, meg énekültettük, meg hát amit a hagyományápolás megkívánt, ünnepséget szerveztünk. Hát aztán meg egy idő után úgy éreztem, hogy na most már megint a fiatalok csinálják. Uh-huh. És úgy érzem most is, hogy a szarvas napoknak a szervezését most már fiataloknak szeretném átadni, hogy folytassák azt, amit mi csináltunk. Kikérik a véleményét még ma is? Igen. Igen, mert épp az a hölgy, már gondolom a Péter Krisztina, akivel szintén voltam én versenyezni, most ő magyar tanárnő az iskola központban, és hát most mondtam neki, Krisztinám, most már úgy vagyok vele, hogy szeretném, hogyha ti csinálnátok és átadnánk, és azt mondta, hogy hát vállaljuk, de azért ma jövök az instrukciókért, jövök majd az utasításokért. És könnyű szívvel adta át? Hát könnyű szívvel, olyan értelemben, úgy érzem, hogyha én megtettem, amit tudtam. Ennyit ellett belőlem. Az ötleteim, hát azért kimerülnek az embernek. Ötletei, körülmények megváltoznak. Alkalmazkodom, amennyire tudok, de azért nem vagyok megelégedve magammal. De hát akkor meg a körülmények úgy kívánják, hogy a fiatalok csinálják a mostani életvitelnek megfelelően éljenek, meg dolgozzanak. És ez én nekem úgy érzem, hogy ez most már nem vagyok rá képes. De mások meg úgy érzik, hogy nagyon jól csináltam, mert hogy kapott egy díjat. Hát igen, ez a díj, ez meg is lepődtem, meg hát nagyon jól is esett. Hát végül is a hosszú életnek egyfajta benne lévő munkának az elismerése, és hát nagyon szépen köszönöm, és örülök neki. Köszönöm szépen, és még sok boldogságot. Köszönöm szépen én is.